Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét! Mai vendégünk Kovács Zoltán János, tűzoltó százados, hatósági kiemelt főelőadó. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm szépen a lehetőséget. Közeledik rohamosan a fűtési szezon, hogy télen se fázunk, különböző módokon biztosíthatjuk az otthonunk melegét, viszont sajnos számos egyedi fűtési rendszer jelentős káros anyagkibocsátással jár, viszont adódnak olyan megoldások is, amelyekkel a környezetünket is kíméljük, a levegőt nem szennyezzük. Elsőként beszéljünk arról, hogy melyek ezek a környezetkímélő megoldások. Valóban az egyik környezetkímélő megoldás most jelen pillanatban azt gondolom maga az időjárás. Ugye októbert érünk, és hál' Istennek az időjárásunk azért spórol egy kicsit a pénztárcánknak. Nyilván meg lesz majd ennek a böltje, mert valószínűleg ki fog tolódni a téli időszak. Az egyik legfontosabb, én azt gondolom, hogy beszélhetünk ugye a gázos és egyébként a vegyes tüzelésű fűtőberendezésekről. Hát a gázosnál egyértelmű nyilván, hogy mit használunk, viszont a vegyes tüzelésű fűtőberendezéseknél nagyon fontos lenne az betartani, hogy csak a gyártó által előírt tüzelő fűtőanyagot használjuk. Sajnos tisztában vagyunk azzal, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben az emberek ott próbálnak spórolni, ahol tudnak, viszont abban nem gondolnak bele, hogy ha a vegyes tüzelésű kazánjainkba olyan anyagokat, vagy olyan egyéb dolgokat használunk fel és égetünk el, ami nem a fűtőberendezésnek megfelelő. Nem csak, hogy a környezetet károsítjuk vele, sajnos a tüzelő-fűtőberendezésünket is olyan mértékben tudjuk károsítani ezáltal, hogy az későbbiekben komoly problémákat okoz. Itt főleg arra gondolok, hogy a nem megfelelő anyag használatával kátrányosodnak ezek a készülékek, leszurkosodnak, amit nem feltétlenül veszünk észre, mert a belsejében nem biztos, hogy belelátunk ezeknek a tüzelőfűtő berendezéseknek, viszont a későbbiekben ez pontosan olyan problémát, akár egy kéménytüzet, akár bármilyen más tüzet, illetve ne adj Isten szénmonoxid mérgezést okozhat. Ha már szóba került az égés termékelvezető, ugye a kémény, hogyan lehet karbantartani, miért fontos a karbantartásuk? Ugye ez visszatérő kérdés már évek óta, és hál' Istennek most is azt tudom elmondani, hogy a jogszabályok annyit módosultak, hogy a gázos készülékeket, illetve a gázkészülékhez csatlakoztatott égéstermék elvezetőket ugye jogszabály szerint 2 évente kell ellenőriztetni. A vegyes tüzelésű berendezésekhez csatlakoztatott égéstermék elvezetőket évente. Viszont ugye nagy könnyebbség az, amit még azt gondolom, hogy mindig kevesen tudnak, hogy a lakosság részére a katasztrófa védelem, amikor átvette a kéményseprőipari szolgáltatást, tehát ezeket a szolgáltatásokat ingyenesen biztosítja a lakosság részére. Sajnos a tapasztalat az, hogy még mindig kevesen élnek vele, mert nem tudják azt, hogy ingyenes. A közületek, gazdálkodó szervek részére vannak egyéb szolgáltatók, akik biztosítják ennek az ellátását. Igaz, hogy az térítésre kötelezett, de a megelőzés szempontjából viszont mindenképpen ajánlatos ezt igénybe venni, illetve megrendelni. A korábbiakhoz képest változás még az, hogy régen ugye automatikusan mentek a kéményseprők a lakosok részére elvégezni az úgynevezett sormunkát. Ez annyiban változott, hogy a társasházak részére van egy ütemterv. Ezt mindig korábban kifüggesztésre kerülnek polgármesteri hivatalok hirdető táblájain, illetve ugye jogszabályi kötelezettség is ezt meghirdetni és kihirdetni, illetve azért a kéményseprők gondoskodnak arról lehetőséget mértem, hogy a társas házakat is értesítik, hogy mikor és mikor várható ezeknek a munkálatoknak a sormunkája, pontosan azért, hogy adott esetben otthon legyen, vagy otthon tartózkodjanak a lakók. Viszont az egyéb úgymondom kertesházak és egyéb ingatlanok részére, viszont ugye ez nem történik meg automatikusan, erre a megfelelő zöld számon lehet megrendelni gyakorlatilag ezt a szolgáltatást, amin keresztül majd egy adott egyeztetett időpontban ki fognak menni a kéményseprők, el fogják végezni a szükséges munkálatokat, és hozzáteszem még egyszer, a lakosok részére ingyenesen.
A másik nagyon fontos kérdés ilyenkor a szénmonoxid gázt mérő berendezések. Rendkívül sok baleset történt az elmúlt években emiatt. Beszéljünk erről is, miért fontos, hogyan lehet hozzájutni, kell-e szakember ezeknek a készülékeknek a felszereléséhez, beméréséhez? Így van, visszatérő kérdés ez is. Azt tudom elmondani, hogy a saját tapasztalataink szerint egyre többen alkalmazzák azt, hogy szénmonoxid érzékelő készüléket vásárolnak, és nem sajnálják rá a pénzt, ami részünkről nagyon jó dolog, viszont azt is hozzá kell tennem, amiről már korábbiakban is beszéltünk, hogy ugye az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti ellenőrzések keretében vizsgálta az úgynevezett forgalomban lévő készülékeknek a megfelelőségét, és ebből adódóan és a tapasztalatokból adódóan létrehoztak kettő darab listát, ez úgynevezett, vagy mi úgy hívjuk, hogy a pozitív és a negatív lista. Nyilván a pozitív listán azok a készülékek szerepelnek, amelyek megfelelnek az elvárásoknak, és tudják az elvárható biztonsági szintet biztosítani, és ezzel szemben sajnos vannak olyan készülékek, amelyek nem felelnek meg ugye az előírásoknak, viszont a lényege az ennek az egésznek, hogy annyi, ha már rászánjuk a pénzt, én azt gondolom, hogy annyi utánajárást már ne sajnáljon az ember, hogy nézze meg ezeket a listákat, legyen tisztában azzal, hogy melyek azok a termékek, illetve mely márkanevek képviselik azokat a termékeket, amelyek megbízhatóak és használhatjuk magabiztosan. Hozzáteszem, hogy ez is olyan, mint minden más termék. Nyilván a drágább egy kicsit megbízhatóbb. Nem álmodunk be senkinek a pénztárcájában és a költségeiben turkálni, viszont én azt gondolom, hogy nincsenek olyan nagy egetverő különbségek, nincsenek olyan nagy árbeli különbségek, hogy ha megtehetjük, akkor ne sajnáljuk a kicsit drágábbat megvenni, mert a tapasztalataink, a személyes tapasztalataink is azok, hogy ezek a készülékek jóval megbízhatóbbak, és jóval megbízhatóbban működnek háztartásunkban, és sokkal megbízhatóbban adják a jelzéseket. Egyébként kiknek kell szénmonoxidgázt mérőkészülék? Legfőképpen azoknak ajánlott, akiknek nyílt égéstermék, nyílt égésterű berendezéseik vannak. Hát ez elsősorban ugye a vegyes tüzelésű kazánok, illetve azok a régebbi típusú gázkazánok, amelyek nyílt égésterűek. Megmondom őszintén, hogy nyilván a társasházak nagy része, amelyek régebben épültek, régebben lettek kialakítva, ott elsősorban, főleg a fürdőszobákban és mindenütt ezek a nyílt égésterű berendezések vannak még elhelyezve, és ezeknél a berendezéseknél mindenképpen ajánlott. Illetve még egy nagyon fontos dolog, amire felhívnám a figyelmet, hogy általában ugye ezeknél a társasházi lakásoknál, főleg, hogyha még nem műanyag fokozott légzárású nyílászárók vannak, akkor általában ugye takarékosság és költséghatékonyság szempontjából szokták a fokozott légzárású nyílászárókat beépítetni, kicserélni, nyilván azt remélve, hogy ezzel a rezsi és az egyéb dolgok csökkennek, viszont nagyon fontos odafigyelni arra, hogy ezekkel a fokozott légzárású nyílászárókkal ugye megnő a veszélye annak is, hogy a lakásnak, az otthonnak a természetes szellőzése ugye az jóformán megszűnik, nullára csökken, és sokkal nagyobb a veszélye annak, hogy a berendezésekből kiáramló vagy visszaáramló akár szénmonoxid is ugye nem tud távozni, és nem úgy távozik az ingatlanból. Ezért felhívnám a figyelmet arra, hogy tájékozódjunk. Nyilván vannak olyan fokozott légzárású műanyag nyílászárók, amelyek már beépített szellőző rendszerrel rendelkeznek. Sajnos nagyon sok olyan eset volt, hogy ennek nem néztek utána, illetve nem voltak tudatában, és be is következett az, amire senki nem számított, vagy nem szerette volna, hogy bekövetkezzen. Egy esetleges szénmonoxid szivárgás esetén a kéményseprőipari szolgáltató hívta fel a figyelmet, hogy sajnos ezek a fokozott légzárású nyílászárók okozták úgymond a bajt. Pontosan ezért már nem volt benne
kiépítve ez a szellőzőrendszer, utólag is meg lehet ezt csinálni, de nyilván utólag már azért többbe kerül, mint hogyha céltudatosan olyan nyilászárókat vásárol. Van-e olyan jó tanács, mert ugye hallottunk olyan balesetekről is, amikor a kazán és más egyéb konyhai berendezés ment együtt, tehát tudunk-e a nézőknek olyan tanácsot adni, hogy mit ne használjanak közösen? Tudunk, az egyik ilyen, hogy is mondjam, visszatérő probléma, és nagy százalékban problémát okozó, hogyha rendelkezünk nyílt égésterű tüzelőfűtő berendezésünkkel, vagy felrendezéssel, akár egy kandallóval, akár egy vegyes tüzelésű kazánnal, és nem is kell, hogy egy légtérben vagy egy helyiségben legyen, és ezzel egy időben hozzákezdünk főzni. Uh-huh. Amivel önmagában nincs probléma, csak a gáztűzhely fölött, vagy a egyéb tűzhely fölött elhelyezett pára elszívó, szagelszívó berendezések sajnos annyira visszatudják a légtérben ugye a levegőt szívni, hogy ennek következményeképpen a tüzelőfűtő berendezésből, a kéményeinkből pontosan a szénmonoxid vissza tud áramolni. Na hát már többször érintettük, hogy nagyon sokféleképpen fűthetjük fel otthonainkat. Beszéljünk most arról, hogy a mai modern kor követelményeinek megfelelően milyen fűtési technikákat tudunk alkalmazni, úgy, hogy a pénztárcánkat is kíméljük. Ez nagyon kulcs szó, azt gondolom, hogy kíméljük a pénztárcánkat. Nyilván mindenki ezt próbálja szem előtt tartani. Mások lehetnek az anyagi lehetőségek természetesen. Én ebből adódóan azt gondolom, hogy mindenféle tüzelőfűtő berendezés használata lehet költséghatékony, ha úgy használjuk, ahogy azt előírjuk, és nem vagyunk felelőtlenek, és nem vagyunk lusták. Tehát ha a tüzelőfűtő berendezésünket azért átellenőriztetjük a fűtési szezon előtt, illetve ezzel egyidőleg, vagy akár korábban a kéményeinket rendbetetetjük a kéményseprővel, ez nyilván költséghatékony is lehet, főleg már csak azért is, hogy az esetleges káreseményeket el tudjuk kerülni, illetve hát a mai modern világ is abba az irányba indul, hogy itt vannak a napelemes rendszerek, mindenki próbál ugye spórolni, aki megteheti, és napelemes rendszert épít ki. Nyilván ezekre az elektromos fűtőrendszereket próbálják ugye pont azért, mert költséghatékonyabb. Az elektromos fűtőberendezésekkel azt gondolom, hogy a legkevesebb probléma lehet, viszont nyilván ott viszont az elektromos hálózatainkat és a kiépített hálózatot kell időnként átnézetni, felülvizsgáltatni, szakemberrel megterveztetni, hogy a nálunk kiépített hálózatok bírják-e azokat a terheléseket, amit mondjuk az elektromos fűtőberendezések vesznek igénybe. Hatékonyságukat illetően egyébként mennyivel jobbak, vagy mennyivel kevésbé jobbak, hogy így fogalmazzunk, mondjuk egy jó régen bevált kályhához, kandallóhoz, hogyha például különféle mérőórákat szereltetünk fel, vagy légkondicionáló berendezéssel igyekszünk fűteni, vagy a mai modern kor hozta ugye a hőszivattyú berendezést. Én azt gondolom, hogy amire ma már sokszor visszatértünk, ez legfőképpen ezeknek a rendszereknek is, vagy berendezéseknek is a hatékonysága azon múlik, hogy kinek mit enged meg a pénztárcája. Nyilván ezeket a rendszereket lehet használni régi ingatlanba is, újabb ingatlanba is, de nem mindegy az, hogy milyen egyéb lehetőségeink vannak ahhoz, hogy ezek a rendszerek jól működjenek. Itt gondolok arra például, hogy amit már említettünk, fokozott légzárású, fokozott hőszigetelésű nyílászárók beépítése, ne adj Isten az egész lakóingatlannak a fokozott szigetelése. Ezek mind-mind nyilván ahhoz is hozzájárulnak egyéb költségek mellett, hogy hatékonyabban tudjon működni akár a tüzelőfűtő berendezésünk, akár a klímarendszerünk, akár egyéb más olyan rendszer, amivel az ingatlannak ugye a fűtését próbáljuk elérni. Sajnos azt gondolom, hogy nagyon jó rendszerek vannak, nagyon megbízható rendszerek vannak, nagyon hatékony rendszerek vannak. Csak de ki kell kérni a véleményt. Így van, ki kell kérni a véleményt, és a megfelelő anyagi hátteret sajnos mellé kell, hogy tegye az ember, hogyha tényleg hatékonyan szeretné megoldani a fűtést. Egyébként a lakosok az összes eddig átbeszélt témában mennyire tájékozottak, mennyire tudják, hogy adott esetben, vészhelyzetben kit kell hívni? Azt gondolom, hogy egyre jobban nyilván ezeknek az interjúknak és egyéb megjelenéseknek és az egyéb médiában megjelenő hirdetéseknek, felhívásoknak köszönhetően azért az emberek nem csukott szemmel és nem csukott füllel járnak.
Nagyon sok olyan van, aki kikéri a véleményünket, akár telefonosan, akár személyesen, mit gondolunk dolgokról. Nyilván megpróbáljuk mi is a lehető legjobbat, a lehető leghatékonyabbat és a lehető legbiztonságosabb megoldásokat ajánlani. Viszont a tapasztalat az, hogy egyszerű példa. Nyilván beszéltünk már ugye a szénmonoxid érzékelő riasztó berendezésekről. Vannak, akik az olcsóbb megoldást választják, viszont nem feltétlenül néznek utána, hogy ezeknek a berendezéseknek a működése az hogyan valósul meg, hogyan nem. Több olyan, hál' Istennek azt mondom utólag, hogy téves riasztás, illetve téves jelzés volt, ahol kimentek a tűzoltók, és meg tudták állapítani azt, hogy vagy abból adódott, hogy esetlegesen az elemmel ellátott tűzolt vagy riasztó berendezések, szénmonoxid érzékelők merültek. Ő ezt jelezte a lakó részére, vagy az ingatlan tulajdonos részére, de neki nem volt kellő információja arról, csak ugye a hirtelen pánik és az ijedelem vette elő az embereket. Azt tudták, hogy kinek kell szólni, viszont azt nem tudták, hogy ez miből adódhat. Tehát erre is felhívom a figyelmet, hogyha megvásárolunk egy készüléket, próbáljunk utána járni, hogyan működik, igen, milyen jelzései vannak, illetve egyéb olyan jelzést is produkálnak ezek a készülék. Vannak az úgynevezett teszt üzemmódok, amikor a készülék úgymond alvó állapotban van, és magától jelez, hogy én működök, használható vagyok, stb. És van, hogy ezt is ugye az ingatlan tulajdonosa, aki nincs tisztában azzal, hogy most miért is jelez a készüléke, ezt ugye egy figyelemfelhívásnak és egyéb riasztásnak veszi, természetesen próbálja ugye elkerülni az esetleges tragédiát és hívja a 112-t, de azt gondolom, hogy nem ez a jellemző. Általában a készülékek azért, amikor szólnak és riasztanak, annak sajnos oka is van. Egy picit érintőlegesen beszéljünk arról, hogy ugye ilyenkor lassan az ősz végén, a tél kezdetekor sok lakásban mécsest gyújtanak, gyertyát gyújtanak, nyilván ez nem a fűtéssel van szoros párhuzamba, viszont adódik a kérdés, hogy azért ilyenkor is lehet számos probléma, ami miért riasztják a tűzoltókat. Ne adj Isten, így van, miután ugye, hát nyilván a gyertyáknak és az egyéb mécseseknek azért, ha ezt meggyújtjuk, nincsen olyan égéstermék kibocsátása, mint magának egy tüzelő-fűtő berendezésnek, de a készülékünkből adódóan előfordulhat az, hogy ugyanúgy bejeleznek ezek a készülékek, amivel önmagában nincs gond, csak akkor tisztába kell lenni azzal, hogy ilyenkor mit kell tennünk. Nyilván egy átszellőztetés az ingatlannak, a lakóháznak az átszellőztetése az nagyon sokat jelent, és ilyenkor tanácsos magát a szénmonoxid érzékelő készülékünket is átszellőztetni. Vigyük ki egy kicsit az udvarra, hagyjuk, hogy egy kicsit ő is tisztuljon, és ha visszavisszük, ugyanúgy maga biztosan fog utána működni. Ne adj Isten, a mécsesek használatából ez talán a kisebbik probléma. A nagyobbik az, hogyha felügyelet nélkül hagyjuk, vagy esetlegesen olyan helyre tesszük, ahol ez a mécses elégve, lefolyva, lecseppenve egyéb olyan anyagot érinthet, amiből sajnos akár még tűz is keletkezhet. És most mondjuk el az interjúnk végén azokat a telefonszámokat, amelyek nagyon fontosak és baj esetén értesítendőek. A legfontosabb telefonszám ugye Magyarországon a központi segélyhívószám, ez a 112. Nyilván ezeknek a leterheltségétől függetlenül a régi úgynevezett tipikus segélyhívó számok is, a 104, 105, 107, ezek ugyanúgy léteznek, tehát ugyanúgy hívhatjuk ezt is, a megfelelő helyen fog csöngni, és a megfelelő segítséget fogják tudni biztosítani a rászorulók részére. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt, és ebből a szempontból eseménymentes időszakot kívánok. Köszönjük szépen, és bízom abban, hogy ezáltal is minél több helyre eljutnak ezek a hasznos információk. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!